Sziasztok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Héraklész kapcsán nekifutásból tudni kell, hogy ő az egész görög mitológia egyik legkomplikáltabb alakja. A görögök koncepcionálisan egyetértettek vele, azonban itt különösen helytálló, hogy az ördög a részletekben rejlik. Mindenképpen kiemelném, hogy a videó címe Hazugság tudnélik nem csak a 12 munkát, hanem Héraklész teljes élettörténetét elmondom, a születésétől kezdve egészen a haláláig. A görög mítoszok eredetét mindenképpen kettő forrásban kell keresni. Egyfelől ok-okozati alapon Zeusban, továbbá Homérosz műveiben. Az időszámításunk előtti 8. század környékén az Iliász és az Odüsszeia megkínált minket kettő nagyon fontos információval. Először is a félisten kifejezés az Iliász több mint 15 ezer sorában egyetlen egyszer van megemlítve. Akkor sem úgy, mint egy személy, hanem úgy, mint egy jelző. A katonák olyan bátran harcoltak, mintha félistenek lettek volna. Az Odüsszeiából megtudtuk, hogy Héraklész egyfelől Hádészban van, másfelől az Olümposzon is, harmadrészről munkákat kellett teljesítenie. Zárójelbe hozzáteszem, hogy a görögök az alvilágot vagy Hádész házának, vagy csak simán úgy nevezték, hogy Hádész. Homérosz eposzait követően egy másik görög úriember, nevezetes Hésziodosz megírta a saját művét, amiben a korábbi sokat mondó formát egy cseppet konkretizálta. Majd aztán, hogy a Föld befogadta magába e fajt is, más embert állított Zeus ismét a világba. Jobb s igazabb volt, mint az előbbi. Ez új negyedik rend, isteni hősök rendje, nevük félisten a Földön. Föld vég nélküli terein ők jártak mielőttünk. Emberölő csata, írtó harc pusztítja ki őket. Részben a hétkapujú Tébában, másokat elcsalt messzire, tengeren át a hajókkal szép fürtű Helenéért Trója alatt tusakodni. A félistenek megszületésének az oka a görögök világnézete, meg persze az epikus költészetük. Egyetemesen kijelentették, hogy a régmúlt idők egyszerre voltak nagyszerűek és csodálatosak. Tehát ha a régmúlt idők nagyszerűek voltak, akkor magától értetődően az abban élő hősök is. Héraklész elődei, a fejükön oroszlánbőrt viselő, a fizikai erőt megtestesítő, szörnyekre vadászó hősök időszámításunk előtt 3000-ben már léteznek. Magyarán az elgondolása régebbi, mint a gízai piramisok. Héraklész az nem egy görög kuriózum, viszont a görögöknek, továbbá nagyon lényeges részben a rómaiaknak köszönhető az, hogy mind a mai napig létezik. Az időszámításunk előtti 6. évszázad fordulója az, amikor a görögök világnézete elkezd átalakulni. Mindaddig a homéroszi, vagy az azok mintáját követő eposzok tulajdonképpen színházi monopóliumot élveztek, de ezek mellett fokozatosan terjedni kezd a dráma, meg ami nekünk borzasztóan lényeges, a tragédia. A tragédiák aranykorának kezdetével párhuzamosan Héraklész ikonográfiája egységesül. Onnantól fogva az egymással állandóan ellenkező görögök elkezdtek egyetérteni abban, hogy Héraklész hogyan néz ki, továbbá azzal is, hogy milyen munkákat kellett teljesítenie. Minden egyes görög mítosznak van kettő különböző nézőpontja. Először is meg kell vizsgálni úgy, hogy hogyan hangzik elmesélve, illetve hogyan néz ki úgy, mint egy színházi előadás. A tragédiák terjedésének következtében Héraklész életútja kapott egy rendes kronológiát. Pontosan tudjuk, hogy a tetteinek mi volt az oka, továbbá az okozata. Nyilvánvalóan nem ez történt, a kinézetében meg a munkákban egyetértettek, de így nagyjából ennyi. Héraklész egy Héros Theos. Magyarul elég furcsán hangzik, de félisten, isten. A görög hősök között egyedülálló módon Héraklész az egyetlen, akinek nincs sírja. Ezen kívül lényeges, hogy az ő apoteózisa, avagy istenné válása, az nem nevezhető különlegesnek. Hasonló történt például Aszklepiosszal is, aki Apollón fiaként kezdte, majd egy konkrét istenként végezte. Kérdésedre a válasz, Héraklész nem egy görög isten, hanem egy görög isten is. A Héros-Theosz kettőség a görögök vallása alapján funkcionálisan azt jelenti, hogy amikor a segítségét akarták kérni, akkor először áldoztak neki úgy, mint egy félistennek, majd áldoztak neki úgy is, mint egy istennek. Tekintettel arra, hogy nincs konkrét sírja, ezért az ő imádása az meglehetősen rugalmas. Nagyjából bármilyen környezetben azt mondhatták, hogy az áldozatukat pontosan ezen a helyen szívesen fogadná.
Tehát áldozhattak neki egy bokorban, az út közepén vagy a legközelebbi benzinkúton is. A nevét még mindenképpen meg kell beszélni, ugyanis mindez idáig hazugságban éltél. Herkules az nem csak, hogy nem a görög, de még csak nem is az eredeti neve. Héraklész születésekor kapott neve Alkeidész. Alkeidész el fog menni a delfói Jósdába, ahol a Pütia elnevezi őt Héraklésznek, amit aztán a rómaiak latinosítottak Herkulesre. A Héraklész név eredete a Hérakleos, ami annyit jelent, hogy Héra dicsősége. Ez a történetünk legvégéig teljesen értelmetlen lesz, ugyanis semmi köze nincs Hérához. Van nekünk egy úriemberünk, Perseus unokája, akit úgy hívtak, hogy Amfitrión. Vele kapcsolatban azt kell tudni, hogy rendelkezett egy igencsak tiszteletre méltó mennyiségű bátorsággal, meg teljesen véletlenül Zeus tudomására jutott, hogy van egy felesége is, akit úgy hívtak, hogy Alkméné. Amfitrión éppen egy háborúból tartott hazafelé, ami közben Zeus kitalálta, hogy felveszi az alakját, meglátogatja Alkménét, azt a konkrét éjszakát ne kérdezd, hogy, de a háromszorosára nyújtja, és azon fog dolgozni, hogy növelje a tesztoszteron szintjét. Amikor a valódi Amfitrión hazatért, feltűnt neki, hogy a felesége, finoman fogalmazva, ráunt. Amikor megkérdezte, hogy mégis mi a baja, Alkméné azt felelte, hogy már tegnap is együtt háltak, továbbá a kalandjaira sem kíváncsi, hiszen azokat már tegnap elmondta. Nem sokkal később sikeresen megtörtént a kettejük egyesülése, de időközben Amfitrión felkereste a thébai Jóst. Vele az Odüsszeiában már találkoztunk, ekkor még életben volt, nevezetes Teiresiaszt, és tőle megtudta, hogy Zeus már előtte együtt hált a feleségével. Alkménének született kettő fia. Zeustól az egy éjszakával idősebb Héraklész, illetve Amfitriontól Héraklész halandó ikertestvére, Ifiklész. Na most ugye ez eddig teljesen király meg minden, azonban Héra, Zeus felesége az eredeti görög mítoszokban finoman fogalmazva gonosz. Az ő egész jellemének a lényege, hogy Zeus szeretőinek a halálán gondolkozik, de itt még az is kevés lett volna, tehát valamilyen okból kifolyólag nem a szerető, hanem a gyermekek halálát akarta. Ám én Héraklészért lelkesedem, hadd idézzem erénytettei közül az ősi regét. Mint anyja méhéből, a kint meg sem érezvén, Zeus sarja kijött a sugárzó fényvilágra hirtelen ikerfivérével együtt. Hadd regéljen! Nem soká nyugodhatott sáfrány színű pólyában, aranytrónusú Héra legott észrevevé, s az egek úrnője dultörjöngve bocsáta reá két kígyót. A szobába bekúsztak a nyílt kapunál te kígyók, s már-már begyűrűzték a két kisdedet, storkukba benyelni akarták, de Héraklész fejét fölszegve arcba szállt velük. Aztán a két kígyó nyakát elszorították győzhetetlen kezei. Szörnyű fogása nyomán kifújt a lelkét zord, iszonyú tetemük. A szülőnő nőrködő asszonyokat vadiszony nyűgözéle. Anyja Alkméné pedig ott mezítláb, intelenül csupaszon szállt ki ágyából, hogy elhárítsa a hüllő gőg dühét. De berohantak fegyverestül gyorsan a kadmoszi főfők sokan. Amfitrión a kezébe csupasz karddal kaszált, úgy érkezett. Szörnyű fájdalom ölte szívét. A magunk baja lám mindannyiunkat meggyötör, viszont a mások baja mellett közönnyel elmegyünk. Csak állt, gyönyörrel, kínnal el egy döbbenetben. Látta nem emberi nagy hősi hevét, erejét sarjának. Ím a hírnökök álszavait meghazudtolá az ég. Hívta tehát az igaz szavú Teiresiaszt, a szomszédját, Zeus legkülönbb jósát. Neki és az egész hadnak a jós föltárta, mi sorsvár fiára. Mennyi szörny hull kezétől a szárazon, mennyit kiírt a tengerek árjain, és hogyha elönti a düh, sok-sok gazembert szörnyű halálba taszít, ki a gőgtől elvakult. Hanem a sok kínért jutalmul megadatik neki. Él majd a szent boldogok égi lakában örök nagy nyugalomban, és övé párja lesz Hébé, a virágba borult gyönyörű leány. Pindarosz műve alapján felvázolható a görög hősök néhány általános tulajdonsága, ami az egyszerű embereknek nem csak tetszett, de szükségük volt rá. Mint ahogy az isteneik mindegyike rendelkezik jó és rossz tulajdonságokkal, a görögök tisztában voltak vele, hogy a tökéletesség az csak egy illúzió. Nem mellesleg feletté bunalmas. Sokkal érdekesebb az, amivel képesek voltak azonosulni. Márpedig az ókorban a folyamatos szenvedés az egy fantasztikus kiinduló pont, de itt jön a lényeg,
A hőseik alapján reménykedhettek benne, hogy a szenvedésüknek van valami akkor még nem látható értelme. Azonban az olimposzi istenné válás az egy akkora jutalom, hogy legalább akkora mértékű szenvedés is kell hozzá. Efelől ne legyen kétséget, szenvedni is fog. Miután sikeresen túlélte a kígyókat, Héraklész, mint egy ember, elkezdett növekedni. Amfitrión megtanította a kocsi hajtásra, ezen kívül megtanulta a kardforgatást, az íjászatot, a birkózást, meg úgy nagyjából mindent, ami az akkori embereket foglalkoztatta. Még 18 éves sem volt, amikor elkövette az első gyilkosságát. Pindarosz szavaira érdemes emlékezni, miszerint, és hogyha elönti a dű, sok-sok gazembert szörnyű halálba taszít ki a gőktől elvakult. Héraklész nagyon konyha nyelven úgy működik, hogyha ő megmozdul, akkor valaki meghal. Ez nem túlzás, lesz majd egy úriember, aki abba hal bele, hogy pofon vágja. Lényeg a lényeg, a gyilkosság az egy komoly bűnnek számított, szóval Héraklész büntetése az lett, hogy elküldték tehenésznek. Ott nevelkedett Héraklész, és termetével és erejével mindenkit felülmúlt. Aki csak ránézett, láthatta, hogy Zeus fia. Négy könyök magas volt, és tüzes fény ragyogott a szemében. Soha nem tévesztett célt sem nyillal, sem dárdával. Amikor a tehenészetben elérte a 18 éves kort, megölte a Kitáirón hegyi oroszlánt. Thespios Thespia királya volt, s őt kereste fel Héraklész, amikor fejébe vette, hogy végez a vadállattal. A király 50 álló napig vendégül látta, s minden éjszaka egy újabb leányát hálatta a vadászatra induló Héraklésszel. Azt akarta ugyanis, hogy mindegyikük Héraklésztól szüljön. Héraklész abban a hiszemben, hogy mindig ugyanazzal hál, valamennyivel egyesült. Végül is megölte az oroszlánt, magára öltötte a bőrét, kitátott pofáját pedig sisakként viselte. Itt felmerülhet a kérdés, hogy az ókori görögök az életük során valaha is láthattak-e egy élő oroszlánt, de csak úgy, mint a főnix madár kapcsán, mindenki egyetértett abban, hogy hogyan néz ki. Illetve, mint említettem, Herkules kinézete az nem egy görög sajátosság. A vadászatról hazatérőben összetalálkozott Erginosz követeivel, akiket azért küldött, hogy a tébaiaktól beszedjék az adót. A tébaiak pedig a következő okból adóztak Erginosznak. Poszeidon szent körzetében Menoikeusz Periérész nevű kocsihajtója kővel megsebezte a minőászok királyát, Klümenoszt. Mire visszavitték Orkomenoszba, már haldokolt, fiának Erginosznak pedig meghagyta, hogy álljon bosszút haláláért. Erginosz hadjáratot indított Théba ellen, sokakat megölt, majd esküvel megerősített szerződésben kikötötte, hogy a tébaiak 20 éven keresztül adót fizetnek neki, és pedig évenként 100 ökröt. Ezért az adóért küldték tehát azokat a követeket, de az útjukba akadó Héraklész alaposan megcsúfította őket. Fülüket, orrukat, kezüket levágta és a nyakukba kötözte, majd pedig meghagyta nekik, hogy ezt az adót vigyék el Erginosznak. Erginosz feldühödött és hadat indított Théba ellen. Héraklész, akinek Athéna adott fegyvereket, a tébaiak élére állva megölte Erginoszt, a minőászokat pedig megfutamította és arra kötelezte, hogy kétszeres adót fizessenek a tébaiaknak. Történetesen ebben a csatában vesztette életét Amfitrión is, miután derekasan kivette részét a harcból. Héraklész hősiessége jutalmául elnyerte Kreón legidősebb leányát, Megarát, akitől 3 gyermeke született. Héraklész Hermésztől kardot kapott, Apollontól íjat és nyilakat, Héfaisztosztól arany melvértet, Athénától pedig peploszt. Buzogányt még nem eljában vágott magának. A görögök egyet nem értése ezen a ponton olyan mértékű lesz, hogy kapaszkodj. Először is, amit Athénétól kapott, nevezetes peplosz, az technikailag egy ruha. Apollodórosz leírása alapján Amfitrión ezen a ponton már halott. Ez a halott Amfitrión Euripidész művében majd mindjárt feltámad, illetve ami még borzasztóan fontos, az Héraklész gyerekeinek a száma. Héraklész gyerekeit úgy nevezzük, hogy hérakleidák. A hérakleida jelentése a későbbiekben megváltozik, a spártaiak, a makedónok, sőt maga Nagy Sándor is annak nevezte magát, ami ezen a ponton nem Héraklész gyermekét, hanem csak simán a leszármazottját jelenti. Ami biztos, hogy a most következő eseményekben 3 gyermeke fog szerepelni.
amennyiben a rajzfilmek következtében esetleg abban reménykedsz, hogy Héraklész meg Megara házasságából happy end lesz, nem. Kedves embert örömmel én se büntetek. Hérát és téged szeretnélek inteni, mielőtt hibáznátok, ha hallgattok reám. Nem dicstelen sem földön, sem az istenek előtte férfikinek házát rontani küldesz. Nem járt sivatagot szelidített, bősz tengert, és az istenek becsületét megóvta, mit romboltak hitetlen gazok. Így nem javallom, hogy nagy vész tervezzetek. Nem mert bírálni Héra s Íris ármányait. Tennem kell, mit nem kívánok kényszerből. Hogyha tennem kell a Héra és a te parancsodat, föld se rengíj, kint fújó vadvillám nyila sem cikáz, míg befutok, távfutó a Héraklész kebelibe. Gyermekeit elrekkentem, összeroppantom termeit, összeroppantom a házat, s gyermekgyilkos, addig ő nem tudja. Megölte őket, míg dühöm el nem hagyja őt. Menj az Olimposzra, Íris, emeld nemes lábadat, mi pedig besurranunk most Héraklész szobájába. Lyssa egy nem annyira ismeretes görög entitás, technikailag a T-boy démona, de most nevezzük istennőnek. Héraklész kapcsán legalább annyiban egyetértettek, hogy az életében tapasztalt katasztrófák oka általában nem más, mint Héra. Arra a kérdésre, hogy mégis miért gyűlölte őt ennyire, egyszerűen nincs válasz. Beszéld el, írémesen a fiait, apa hogy ölte meg? Beszéld el a fiak szörnyű sorsát! Szép formájú fiai a házban állnak ott, az apja, s hitvese, s a kosár az oltár körül körbejár. Áhítattal hallgatunk. Már-már a fákját jobbjában körülviszi, s a szentelőbe mártja Héraklész, hanem némán megáll. A fiúk fölpillantanak, mire vár az apjuk. Nincs eszénél már. Dühött szemét forgatja, métejezte őrület, s vadul kiáll a szem vörös gyökérzete, s a szép szakállú állon a tajték csöpög. Megmeszteleníti izmait, s birkózik a semmivel, s maga heroldjaként magát kiáltja könnyű győztesnek, noha nincs hallgatóság. Iszonyún Eurystheus szidja, pompás tegzét fogja már, nyilat s íjat ragad ön fiaira, mert azt hiszi, Eurystheuséit öli. Ez nyomorú anyja köntöse mögé, az egy oszlop árnyékába rejtőzik, amaz az oltár mögé, mint riadt madár. Sarját ő körbeűzi az oszlop körül, s máját találja el. Az meg hanyatt esik, s lelkét kifújva az oszlopot beszennyezi. Másikra céloz, az meg az oltár lábazat mögé gugol, hogy rejtve marad, azt hiszi. Megelőzve apját térdihez borul, s kezével a nyakát, s az állát fogja meg, s kiált. Drága apám, meg ne ölj, a te fiad vagyok, s nem Eurystheusé. Mint Gorgó, oly szörnyen forgatja vad szemét, s hogy elosom fia a szörnyű nyíl elől, mint izzóvas kovácsa a bunkót fölveti feje fölé, s lezúdítja a szőke fejre, és csontját bezúzza. Ölvén második fiát, kettő után a harmadik áldozatra csap, de megelőzi őt a nyomorú anya, másik szobába menti, melynek ajtaját bezárja. Tör, zúz, az ajtót kiemeli félfáiból, s egy nyillal az anyát, fiát lefekteti. Most az öregre lovagoltat ő halált, de jelenést lát, mintha Pallas törne rá, és Héraklész mellébe egy sziklát hajít. Ez visszafogja vérszomját, s bocsát rá mély álmot. Erre elzuhan, s az oszlopot kidönti hátával, zuhan a mennyezet, s a tört oszlop a lábazatnál ott hever. Nem boldog álmában szunnyad most szegény, fiai tölvén hitvesét. Nem is tudom, ki átkozottabb nála a halandók közül. Héraklész fölébred. Apám, miért sírsz? Miért födöd el arcodat? S legkedvesebb fiattól távol miért maradsz? Fiam, fiam vagy akkor is, ha vész gyötör. Vész? És mi vészért, hogy így öntött könnyeid? Ránk Hératán valami nagy bajt szállatott? Isten is nyögne így szörnyű csapás alatt. Meglátod, ha magadhoz térsz, fiam. A görögök elgondolása alapján Héraklész történetének van egy A, illetve egy B verziója. Az A verzió értelmében az történt, hogy teljesítette a munkákat, majd lemészárolta a családját. Ez a verzió az, amit Euripidész is támogatott. Azonban véleményem szerint ennek nem igazán van értelme, szóval mi a B verziót fogjuk követni, aminek értelmében lemészárolta a családját, majd teljesítette a munkákat, amiket ő nem munkáknak fogott fel, hanem egyfajta vezeklésnek.
Ugyanis az történt, hogy miután visszanyerte az eszméletét és realizálta, hogy mi történt, úgy gondolta, hogy a családja pusztulását ténylegesen ő okozta. Itt értünk el ahhoz a ponthoz, hogy Homérosz eposzi félistene egy tragikus emberré válik. Ezután száműzetésre ítélte önmagát. Elment Delfojba, és megkérdezte az Istent, hol telepedjék le. A Pűtia ekkor szólította őt először Héraklésznek, előtte Alkeidész volt a neve. Azt a választ kapta, hogy telepedjék le Tirünszben, szolgáljon 12 esztendőt Eurystheusnál, hajtsa végre a rábízott 10 feladatot, és ha ezeket mind végrehajtotta, halhatatlan lesz. Mint említettem, a görögök tisztában voltak azzal, hogy a tökéletesség az csak egy illúzió. Mind az isteneik, mind pedig a hőseik antropomorfok, magyarul emberszabásúak. Héraklész apoteózisának elengedhetetlen részét képezi az, hogy megtörténjen a katarzisa, ami nem más, mint a tragédia csúcspontja. Mivel Héraklész katarzisa a történet legvégén fog beteljesedni, ezért majd akkor elmondom, hogy az mégis micsoda. Helyette tömören beszéljük meg azt, hogy mi a különbség az epikus meg a tragikus között. Homérosz művei eposzok, aminek a fő fókuszpontja a cselekmény. Ezt a cselekményt időről időre megfűszerezi a karakterek jellemével és érzelmeivel. A tragikus művek fő fókuszpontja a szereplők jelleme és érzelme, aminek a megismerését kiegészíti a cselekmény. Homérosz korában az volt a lényeg, hogy mi történt. Aiszkülosz, Szofoklész és Euripidész tragédiáinak korában pedig az a lényeg, hogy adott karakter hogyan élte azt meg. A fizikai erő szimbóluma, a nők kedveltje, a folyamatosan győzedelmes Héroszból a saját antitézise, egy magánál silányabb ember rabszolgája lett. A munkák folyamatának és időrendjének egyszerűbb megemésztése érdekében csináltam egy térképet, ez még rímelt is, amin látod a helyszínt, meg a sorszámot is. A második és ötödik munkára tettem egy piros X-et, aminek a miértje majd mindjárt kiderül. Elsőnek azt a feladatot kapta, hogy hozza el a nemeljai oroszlán bőrét. Ez sebezhetetlen lény volt, Tüfóni vadéka. Héraklész útnak indult, hogy megkeresse az oroszlánt. Kleónájba érkezett, és itt egy Molorkosz nevű napszámos látta vendégül. Amikor Molorkosz áldozat bemutatására készült, Héraklész megkérte, hogy várjon 30 napig. Ha épségben térne vissza a vadászatról, akkor áldozzon a megmentő Zeusnak, ha pedig meghalna, akkor neki, a Héroszsnak. Így indult Nemeljába. Ott megtalálta az oroszlánt, és először nyillal lőtt rá. Amikor azonban kiderült, hogy az állat sebezhetetlen, buzogányt ragadott, azzal kezdte üldözni. Az oroszlán egy kettős bejáratú barlangba menekült. Héraklész azonban elzárta az egyik bejáratot, majd a másikon keresztül rátámadt. Kezét körülfonta a nyakán, és addig folytogatta, míg meg nem fulladt. Ezután vállára vette, áldozott a megmentő Zeusnak, majd az oroszlánt Mükénébe vitte. Eurystheus nagyon megrettent Héraklész bátorságától. Meg is tiltotta neki, hogy még egyszer betegye a lábát a városba. A munkáiról is a városkapu előtt kellett számot adnia. Azt is beszélik, hogy félelmében bronzurnát készítetett magának, amelyet a föld alá rejtett, és a feladatokra egy hírnök révén adott parancsot. A munkákkal kapcsolatban egyetértettek, tehát elfogadták, hogy elsőnek a nemeljai oroszlánnal küzdött, amivel viszont nem értettek egyet, az a teljesítésüknek a módja. Egyes verziókban az történt, hogy mivel az oroszlán sebezhetetlen volt, ezért a saját karmával ölte meg, a másik verzióban elkapta az állkapcsát és tulajdonképpen ketté törte a fejét, a harmadik verzióban megfojtotta. Érdemes fejben tartani, hogy a munkák elvégzésének legalább annyi verziója van, mint ahány görög sziget. A második feladat az volt, hogy ölje meg a lernai hüdrát. A hüdra a lernai mocsarakban élt, kikilátogatott a síkságra, és az állatokat meg a vidéket pusztította. Hatalmas testén 9 fej nőtt, ebből 8 halandó, a középső halhatatlan. Héraklész kocsira szállt, Ájolaosz volt a kocsi hajtója. S meg sem állította a lovakat, míg Lernába nem ért. Meg is találta a hüdrát egy domb tetején, ahol a barlangja volt.
Tüzes nyilakat zúgdított rá, hogy kicsalogassa. Amikor végre előjött, Héraklész megragadta és lefogta, az állat azonban a lába köré tekeredett. Az sem segített, hogy Héraklész buzogánnyal kezdte ütni a fejeit, mert minden szétvert fej helyén két másik nőtt ki. Egy hatalmas rák is a hüdra segítségére sietett, harabdálni kezdte Héraklész lábát. Miután a rákkal már elboldogult, segítségül hívta Aioláoszt, aki felgyújtotta a közeli erdő egyik sarkát, és üszkös ágakkal kiégette a hüdra fejének gyökereit, hogy ne tudjanak újra kinőni. Miután ilyen módon sikerült végezniük a mindig újra növő fejekkel, Héraklész levágta a halhatatlan fejet is, a Lernán keresztül vezető út mentén elásta, és súlyos sziklatömböt helyezett rá. Majd felvágta a hüdra tetemét, és nyilvesszőit megmártotta az epéjében. Eurystheus kijelentette, hogy ezt a munkát nem lehet a tíz közé számítani, mivel nem egyedül, hanem Aioláosz segítségével ölte meg a hüdrát. Felmerülhet a kérdés, mégis ki az az Aioláosz? Kérlek szépen, Aioláosz az Héraklész ikertestvérének, Ifiklésznek az egyik fia. Magyarul Héraklész unokaöccse. A családmészárlás kapcsán az elfogadott álláspont az volt, hogy megölte Ifiklész kettő gyermekét is, azonban Aioláosz ennek ellenére mellé szegült. Harmadjára azt a feladatot kapta, hogy a kerüneljai szarvast hozza el Elevenem Mükénébe. Ez az aranyszarvú állat Artemis szent szarvasa Oinoéban élt. Mivel Héraklész sem megölni, sem megsebesíteni nem akarta, egy álló esztendeig üldözte. A szarvas végül is kifáradt, és az Artemision hegyen keresett menedéket. Ekkor azonban Héraklész célba vette a nyilával, és sikerült is elejtenie. Vállára vette, és sietve elindult Árkádián át hazafelé. Útközben összetalálkozott Apollónnal és Artemisszel, aki szemrehányást tett neki, amiért meg akarta ölni a szent állatát. Héraklész a végzetre hivatkozott, és kijelentette, hogy Eurystheus a vétkes. Végül is sikerült lecsillapítania az istennő haragját, az állatot pedig Elevenen elvitte Mükénébe. Artemis kapcsán érdekességnek mondom, hogy ő borzasztóan szerette azokat, akik tisztelték őt, és borzasztóan gyűlölte azokat, akik nem. Volt egy vadász, nevezetes Actaeon, aki az egyik történet szerint vadászat közben véletlenül megpillantotta őt mesztelenül. Artemis ezt tiszteletlenségnek értelmezte, tehát átváltoztatta őt egy szarvassá, amelyet a saját vadászkutyái darabokra téptek. Itt nem arról van szó, hogy Héraklész nem halhat meg, hanem arról, hogy életben kell maradnia. Negyedik feladata az volt, hogy hozza el élve az Erymantoszi vadkant. Ez a vadállat Pszófisz vidékét sanyargatta, lelerucamva arról a hegyről, amelynek Erymantosz a neve. Héraklész Pholosz kentaurnál vendégeskedett. Pholosz sült hússal kínálta Héraklészt, maga azonban nyersen fogyasztotta. Amikor Héraklész bort kért, Pholosz azt felelte, hogy nem meri felbontani a kentaurok között hordóját. Héraklész megnyugtatta, és saját kezével verte csapra a bort. De nem telt bele sok idő, a borszagára sziklákkal és fenyőhúsángokkal felfegyverkezve odasereglettek a kentaurok Pholosz barlangja elé. Ankioszt és Agrioszt, akik elsőnek merészkedtek be az ajtón, parázsló fahasábokkal futamította meg Héraklész. A többieket nyilzáporral kergette egészen Máleáig. Itt azután Keirónnál kerestek menedéket. Amint a kentaurok körülvették Keirónt, Héraklész újabb nyilat küldött feléjük, ám a nyíl Elatosz karján keresztül hatolva Keirón térdébe fúródott. Héraklész aggódva odafutott, kihúzta a nyilat, és, mert Keirón adott neki, kenőcsöt is tett a sebre. A seb azonban gyógyíthatatlannak bizonyult. Keirón tehát visszahúzódott barlangjába, és legszívesebben meghalt volna, de halhatatlan volt. Csak amikor Prométheus felajánlotta Zeusnak, hogy vállalja Keirón helyett a halhatatlanságot, akkor halt meg. Pholosz kiúzta az egyik tetemből Héraklész nyilát, és elcsodálkozott, hogy óriás tetemű társait ilyen aprócska nyíl ölte meg. Egyszer csak a nyíl kicsúszott a kezéből, a lábára esett, és azon nyomban kioltotta az életét. Héraklész megtalálta Pholosz holttestét, eltemette, majd elindult, hogy megkeresse a vadkant. Nagy zajjal előíz zavarta egy bokorból, üldözőbe vette, végül süppedő hóba kergette bele a kifulladt állatot, ott kötelet vetett rá, és Mükénébe vitte.
Az Erymanthoszi vatkan kapcsán paradox módon a vatkan érdekel minket a legkevésbé. A második munkája során a nyilvesszőit megmártogatta a Hydra epéjében, ez volt az oka annak, hogy megölte a kentaurokat. A negyedik munka egyik főszereplője Cheirón, aki, ha még emlékszünk, Achilleus legnagyobb mestere volt. Na most Achilleus durván 60 évvel később fog megszületni. Tehát felmerülhet a kérdés, hogy a most halott Cheirón mégis hogyan lesz a 60 évvel később megszülető Achilleus mestere. A görög mitológia olyan terjedelmes, hogy az ehhez hasonló, apró nézeteltéréseket nem lehet kikerülni. Egyéb iránt, ha eddig még soha nem találkoztál volna vele, de igen, eddig is ismerted, Cheirón a nyilas csillagkép. Ötödiknek azt a feladatot kapta, hogy egyetlen nap leforgása alatt hordja ki Augeiász állatainak az ürülékét. Sok-sok csorda birtokosa volt. Héraklész felkereste, egy szót sem szólt Eurystheus parancsáról, csak felajánlotta neki, hogy egyetlen nap alatt kihordja az ürüléket, ha cserébe megkapja az állatok tized részét. Augeiász nem bízott Héraklész vállalkozásában, ezért ráállt az alkura. Héraklész meghívta szemtanúnak Augeiász fiát, Füleuszt, majd áttörte az istálló alapzatát. Az egymás mellett folyó Alfeioszt és Pénaioszt elterelte a medréből és odavezette, a szennyvíznek pedig külön levezetőt csinált. Amikor Augeiász megtudta, hogy Héraklész Eurystheus parancsára végezte el a munkát, nem adta meg a fizetségét, sőt még azt is letagadta, hogy egyáltalán ígért volna valamit. Arra is hajlandó volt, hogy az ügyben bíróság ítélkezzék. Amikor összeültek a bírák, a Héraklész által megidézett Füleusz tulajdonapja ellen vallott. Kijelentette, hogy Augeiász valóban ígért fizetséget, Augeiász feldühödött, és még mielőtt megszületett volna az ítélet, Füleuszt is, Héraklészt is kiutasította Élisz területéről. Füleusz Dulichionba ment, ahol le is telepedett, Héraklész pedig Dexamenosz udvarába. Amikor odaért, Dexamenosz éppen leányát, Nészimakhét készült, kénytelen kelletlen hozzáadni Eurytion kentaurhoz. Dexamenosz Héraklész segítségét kérte, akinek sikerült is megölnie a leányért odaérkező kentaurt. Eurystheus egyébként ezt a munkát sem számította be a tíz közé, mondván, hogy Héraklész bérellenében végezte el. A görögök, kiváltképpen az aténiak használtak egy jelzőt, ami úgy hangzik, hogy Alexikakosz. Az Alexikakosz jelentése a gonosz elhárítója. Alexikakosznak nevezték például Zeuszt, Apollont, illetve Héraklészt is. Gyakran történik olyan, hogy találkozik valami random emberrel, mint például az ötödik munkája során Füleusszal, akinek bármilyen ellenszolgáltatás nélkül a segítségére lesz. Füleusznak a száműzését követően szerzett egy feleséget, ami elsőre nagyon pozitívnak hangzik, de Héraklész segítségének, habár általában nem szándékosan, de szinte kivétel nélkül van egy kellemetlen mellékterméke, ami nem más, mint valakinek a halála. Hatodik feladata az volt, hogy űzze el a sztümfaloszi madarakat. Volt az árkádiai Sztümfalosz városánál egy Sztümfalisz nevű mocsaras vidék, amelyet sűrű erdő borított. Sok-sok madár keresett itt menedéket a farkasok elől. Miközben Héraklész éppen azon töprengett, mi módon űzhetnék innen a madarakat, Athéna részcsattogtatókat adott neki, amelyeket Héfaisztosztól kapott ajándékba. Ezeket Héraklész odaütögette a mocsár mellett magasló hegyhez, és sikerült is félelmet keltenie a madarak között. Mivel nem tudták elviselni a zajt, rettegésükben felröpültek a magasba, úgyhogy Héraklész lenyilaszhatta őket. Időről időre meglehetősen gyanús lehet, hogy Athéné folyamatosan segíti őt, és ugye itt jön a kérdés, hogy mégis miért? Nos, erre konkrét választ nem tudok, de érdemes kiemelni, hogy például Euripidész művében Athéné az, aki megállítja a vérengzését. Euripidész maga egy athéni polgár. Apollodórosz mitológiájában Athéné az, aki neki ad különféle tárgyakat. Apollodórosz maga egy athéni polgár. Az aténiak a saját származásukat Athénéhoz kötik. Hetedszerre azt a feladatot kapta, hogy hozza el a krétai bikát. Akuszilaosz úgy tudja, hogy ez a bika vitte el Európét Zeuszhoz. Mások szerint Poszeidon küldte fel a tenger mélyéről, amikor Minosz megfogadta, hogy ami feltűnik a tenger színén, az Poszeidonnak áldozza.
Csak hogy amikor megpillantotta a szépséges bikát, állítólag beküldte a saját csordái közé, és egy másikat áldozott fel helyette, mire a sértett Poseidon megvadította az állatot. Érte ment tehát Héraklész Krétára, és segítséget kért Minosztól, aki azonban azt válaszolta neki, hogy küzdjön meg érte egyedül. Héraklésznek végül is sikerült elfognia a bikát, elvitte és megmutatta Eurystheusnak, majd pedig szabadon engedte. Az állat bebolyongta Spártát és egész Árkádiát, átkelt az Isztmoszon, megérkezett az attikai Maratonba, és itt zaklatta a lakosságot. A hetedik munka kapcsán kettő dolog lényeges. Az első az, hogy Kréta az egyetlen görög sziget, ahol Héraklésznek nem volt kultusza. A másik, hogy helyette volt egy nagyon komoly bika kultusz, ami nem véletlen, ugyanis innen származik a Minotaurosz legendája. Nyolcadiknak azt a feladatot kapta, hogy hozza el Mükénébe a trág Diomédész kancáit. Diomédész, Árész és Küréné gyermeke volt, és egy szerfölött harcias trág nép, a Bisztónok királya. Emberevő lovakat tartott. Önkéntes kísérőivel Héraklész elhajózott hozzá, legyőzte az istálló őreit, a lovakat pedig a tengerpart felé terelte. Amikor a Bisztónok teljes fegyverzetben a lovak védelmére keltek, Héraklész a lovakat szeretőjére, Abdéroszra bízta, a rábízott kancák azonban magukkal vonszolták és halálra zúzták. Héraklész közben megküzdött a Bisztónokkal, Diomédészt sikerült megölnie, a többieket pedig megfutamította. A kancákat magával vitte és átadta Eurystheusnak, de mert Eurystheus szabadon engedte őket, felmentek az Olimposz hegyre, ahol a vadállatok végeztek velük. A trág Diomédészről tudni kell, hogy ő, meg az Iliászban szereplő Diomédész az két különböző személy, csak a nevük egyezik. A másik verzió alapján a lovakat ajándékgyanán nekiadta Hérának, a harmadik verzió értelmében Nagy Sándor korában még életben voltak, szóval amelyik tetszik. Kilencedik munkája az volt, hogy el kellett hozni a Hippolyté övét. Hippolyté a Termodon folyó környékén tanyázó amazonok királynője volt. Asszony néplétükre kiváló harcosok hírében állottak, férfiakhoz illő tetteket hajtottak végre. Ha pedig nászra kelve gyermekeket szültek, a leányokat felnevelték, jobb mellüket azonban megnyomorították, hogy ne akadályozza őket a dárdavetésben, s csak a balt hagyták meg, hogy tudjanak szoptatni. Hippolyté árészövét viselte, annak jeléül, hogy az amazonok között ő a legkiválóbb. Ezt az övet kellett elhozni a Héraklésznek, mivel Eurystheus leánya, Admeté, felette vágyott rá. Amikor Héraklész hajója befutott Temiszkűr a kikötőjébe, felkereste őt Hippolyté, kifaggatta, mi áradban van, majd ígéretet tett, hogy át fogja adni az övet. Héra azonban az egyik amazon képében elhíresztelte a többiek között, hogy a most érkezett idegenek el akarják rabolni a királynőt. Az amazonok a hír hallatára fegyverestül a hajóhoz nyargaltak, Héraklész pedig a felfegyverzett amazonok láttán kelepcét gyanított és megölte Hippolytét. Lecsatolta róla az övet, majd a többi amazonnal is megvívott, végül elhajózott és megérkezett Trójába. Az időtáj Trója Apollón és Poseidon haragját sínlette. A két isten ugyanis, hogy kitapasztalja Laomedón arcátlanságát, halandó férfinak öltözve felajánlotta neki, hogy fizetség fejében megerősíti Pergamon várát. Fel is húzták a falakat, Laomedón azonban adós maradt a bérükkel. Apollón bosszúból dögvész küldött a városra, Poseidon pedig tengeri szörnyet, amely a habokból felbukkanva sorra tüntette el a síkság lakóit. A jóslatok úgy szóltak, hogy Trója népe akkor fog megszabadulni a csapásoktól, ha Laomedón hajlandó a szörny prédájául kitenni leányát, Hészionét. Laomedón erre kitette, és a partmenti sziklához kötözte. Amikor Héraklész megpillantotta az ott heverő leányt, ígéretet tett, hogy megmenti az életét, ha megkaphatja azokat a lovakat, amelyeket Zeus adott Laomedonnak. Laomedon beleegyezett, Héraklész pedig megölte a szörnyet, és így megmentette Hészioné életét. Amikor Laomedon mégsem fizette ki a bért, Héraklész azzal a fenyegetéssel szállt tengerre, hogy sereg élén tér majd vissza Trója alá. Az övet pedig Mükénébe vitte, és átadta Eurystheusnak. A kilencedik munkával kapcsolatban meg kell beszélni három dolgot, először is az amazonokat. Apollodórosz meglehetősen finoman fogalmaz,
Az említett nászról szó sem volt. Ezek a hölgyek azt csinálták, hogy foglyul ejtettek férfiakat, ezekkel a férfiakkal az akaratuk ellenére párosodtak, majd megölték őket. A születendő gyermekek sorsa az volt, hogy amennyiben lányról beszélünk, akkor belőle is Amazon csináltak, természetesen senki nem kérdezte meg, hogy az akar-e lenni. Amennyiben fiú született, azt nemes egyszerűséggel megölték. A másik dolog a nevezetes tengeri szörny. Ha még emlékszünk, Medusa történetében Perseus is megölt egy ilyen tengeri szörnyet, aminek teljesen véletlenül szintén kitettek egy nőt. Abba a kérdésbe, hogy ez a tengeri szörny konkrétan micsoda, most nem megyünk bele, mivel én sem tudom biztosan. A harmadik dolog a Trója. Héraklész technikailag megmentette a várost a pusztulástól, de Laomedon úgy döntött, hogy nem fogja kifizetni a bérét. A fenyegetése, miszerint sereg élén fog visszatérni Trója alá, az nem csak fenyegetés. Tizedszerre azt a feladatot kapta, hogy hozza el Gérionész marháit Erüteljából. Erüteja szigete az Ókeánosz közelében fekszik, ma Gadeirának hívják. A szigetet Gérionész lakta Krüsaornak és Ókeánosz leányának, Kalliroénak a fia. Teste három férfi testből állt, melyek derékban összenőttek, de lágyéktól és comtól lefelé ismét szétváltak. Bíbor színű tehenei voltak, melyeket Erütion pásztor legeltetett, őrizőjük pedig a kétfejű Ortosz kutya volt, Echidna és Tüfón sarja. Héraklész útnak indult, hogy megszerezze Gérionész marháit. Európán keresztül haladva töménytelen vadat ejtett, így ért Líbia földjére. Európa és Líbia határán utazásának emlékére két oszlopot állított fel egymással szemben. Miközben úton volt, annyira perzselte őt Héliosz heve, hogy nyilával célba vette az Istent. Héliosz elámult Héraklész bátorságán, és egy aranysérleget ajándékozott neki, melyben Héraklész átkelhetett az Ókeánoszon. Erüteljába érve, a kutya észrevette őt és rárontott. Héraklész azonban buzogányával agyonütötte, sőt, a kutya segítségére siető Erütionnal is végzett. Menoitész, aki éppen arrafelé legeltette Hádész marháit, hírül vitte Gérionésznak a történteket. Gérionésznak sikerült utolérnie Héraklészt, amint a teheneket hajtotta. Megküzdött vele, és egy nyilvessző halálra sebezte. Héraklész behajtotta az ökröket a serlegbe, Tartészoszba hajózott, és a serleget visszaadta Héliosznak. Région közelében egy bika leszakadt a csordától, szélsebesen a tengerbe vetette magát, átúszott Szikeliába, majd keresztül szelte a szomszédos területeket, amelyeket róla neveztek el Itáliának. Eryx, aki Poszeidon fia volt, elvegyítette a bikát saját csordái között. Héraklésze közben Héfaisztosz őrizetére bízta a marhákat, és az elveszett bika keresésére sietett. Rá is akadt Eryx nyájai között. Eryx azonban kijelentette, hogy csak akkor adja vissza, ha Héraklész birkózásban legyőzi őt. Héraklész háromszor is legyőzte, végezetül pedig megölte Erükszöt, a bikát magához vette, és a többivel együtt elhajtotta az Ión tenger felé. Amikor a tengeröbölhöz értek, Héra bögjöt küldött a tehenekre, erre a tehenek szétszélettek a trákiai szirtek között. Héraklész üldözőbe vette őket, némelyiket megtalálta és a Hellészpontosz felé terelte, a többiek ott maradtak és elvadultak. Héraklész a csorda megmaradt részét nagy nehezen egybe terelte, és mivel a Strymon folyót hibáztatta, feltöltötte kövekkel, hajózhatatlanná téve az addig hajózható medret. A csordát elvitte és átadta Eurystheusnak, aki az állatokat Hérának áldozta. A tizedik munkával kapcsolatban egyetlen dolgot kell megbeszélni, mégpedig azt, hogy a manapság ismeretes Héraklész oszlopai azok konkrétan micsodák. Először is meghallgatjuk a földrajz atyját, nevezetes Sztrabont, majd azt követően elmondom magyarul. A harmadik menettel jövők azonban megalapították Gadeirát, és fölépítették a templomot a sziget keleti részén, a várost pedig a nyugati részén. Ezért egyesek azt hitték, hogy a szoros hegyfokai az oszlopok, mások, hogy Gadeira, némelyek szerint pedig azok még Gadeirán jóval túl vannak. Az ibérek és a líbiaiak azt mondják, hogy Gadeirában vannak, mert a szoros körüliek egyáltalában nem hasonlítanak oszlopokra.
Mások szerint a gadeirai Héraklész templomban lévő 8 könyöknyi ért szobrok azok, amelyekre rá van írva a templom építésének költsége. Miután ugyanis útjuk végeztével ideérkeztek és Héraklésznek áldozatot mutattak be, azt akarták elhíresztelni, hogy ez a földnek és a tengernek a határa. Ezt a véleményt Poszeidónios is valószínűnek tartja, a jóslatot és a sok kiküldetést azonban foinikiai hazugságnak. Ha azonban azt mondják, hogy a szigetecskék vagy a hegyek nem hasonlítanak oszlopokhoz, és kifejezetten oszlopoknál keresik a lakott földnek és Héraklész hadjáratának határait, abban van némi észszerűség. Na kérlek! Gadeira, másik nevén Cadiz, az eredetileg egy főníciai, Strabón szavajárásával foinikiai kolónia. A főníciaiaknak volt egy istenük, akit úgy neveztek, hogy Melkárt, aminek az egyik jelentése az, hogy az ég tüze. Van nekünk a történetírás atyja, nevezetes Hérodotosz, aki azt találta ki, hogy ez a főníciai Melkárt, meg a görög Héraklész, az technikailag egy és ugyanaz. Mégis miben hasonlítanak? Mind a kettejüket szimbolizálja a tűz, ami majd a történet végén érthető lesz. Szóval a Gadeirában található eredeti nevén Melkárt templomot átkeresztelték Héraklész templomára, és az eredetileg Melkárt templomban található konkrét oszlopokat elnevezték Héraklész oszlopainak. Tehát Héraklész oszlopai azok nem hegycsúcsok, hanem konkrét kézzel épített objektumok. Héraklész 8 év és 1 hónap leforgása alatt teljesítette a feladatokat. Eurystheus azonban Augeias istállójának kitisztítását és a hüdra megölését nem fogadta el munkának, s ezért 11-szerre azt a feladatot bízta rá, hogy hozza el a Hesperiszek aranyalmáit. Ezek az almák pedig nem Líbüában voltak, hiába állítják ezt egyesek, hanem az Atlasz hegyen a Hyperboreuszok földjén. Géj ajándékozta őket Zeusnak, amikor megesküdött Hérával. Százfejű, halhatatlan sárkány őrizte az almákat, Echidna és Tyfón sarja, aki ezerféle hangot tudott kiadni magából. Vele együtt törködtek a Hesperiszek is, Aiglé, Erüteia, Hesperia és Aretusa. Héraklész keresztül szelte Illíriát, végül megérkezett Zeus és Temis nimfa leányaihoz, akik megmutatták neki, hol találja meg Néreuszt. Héraklész álmában lefogta őt, és bár Néreusz százféle alakot öltött, végül is sikerült megkötöznie. Nem is engedte el, míg meg nem tudta tőle, hol vannak az almák és a Hesperiszek. Líbia után Egyiptomon haladt keresztül. Ezután átszelte Ázsiát, egy ökörpásztor kocsiából kifogta az egyik ökröt, áldozatot mutatott be, majd jól belakmározott belőle. A pásztor felmászott egy hegy tetejére, és tehetetlenségében szitkozódni kezdett. Ezért van az, hogy mind a mai napig szitkozódások közepette áldoznak Héraklésznek. Arábián, majd Líbüán keresztül elérte az óceánt. Itt átvette Helios serlegét, átkelt vele a szemközt elterülő szárazföldre, és nyilával célba vette a kesejűt, Echidna és Tyfón sarját, amely a Kaukászosz tetején Prométeusz májából lakmározott. Megszabadította Prométeuszt, Zeusnak pedig emlékezetébe idézte, hogy Keirón halhatatlan létére szívesen meghal Prométeusz helyett. Prométeusz azt tanácsolta Héraklésznek, hogy ne maga menjen el az almákért, hanem vegye át Atlasztól az égbolt terhét, és őt küldje el értük. Héraklész megfogadta a tanácsot, és megérkezvén Atlaszhoz átvette tőle a terhet. Atlasz leszakított 3 almát a Hesperiszektől, majd visszajött Héraklészhez. De nem volt kedve tartani a terhet, és párnát akart tenni a fejére. Héraklész bele is egyezett, de aztán sikerült fortélyosan visszaraknia Atlaszra. Prométeusz tanácsára megkérte ugyanis Atlaszt, tartsa egy csöppet helyette az égboltot. Ennek hallatára Atlasz letette az almákat a földre, és visszavette az égboltot. Héraklész azonban felvette az almákat, és kereket oldott. Némelyek azt állítják, hogy nem Atlasztól kapta meg az almákat, hanem maga szakította le, miután megölte a fátőrző kígyót. Az almákat elvitte, és átadta Eurystheusnak, aki azonban neki ajándékozta őket, Héraklész Athénának adta tovább. Athéna pedig visszavitte az almákat, mivel nem lett volna istenes dolog, hogy csak úgy sutban heverjenek. Prométeusz történetébe most nem megyünk bele, ugyanis kapni fog egy saját videót.
Előfordulhat, hogy az aranyalmák elsőre nem tűnnek olyan borzasztóan érdekesnek, de technikailag az történt, hogy Héraklész a kezébe vette a halhatatlanságot. 12-nek azt a feladatot kapta, hogy hozza fel a Kerberoszt a Hádészból. A Kerberosznak három kutyafeje nőtt, egy sárkányfarka és tarkabarka kígyófejek meredeztek a hátán. Héraklész megérkezett a lakóniai Tainaronhoz, a Hádészba vezető út bejáratához. Amikor a lelkek megpillantották őt, Meleagrosz és a Gorgó Medúza kivételével mindegyikük elmenekült. Héraklész akkor kardot emelt a Gorgóra, mintha még élne. Hermész azonban felvilágosította, hogy puszta árnyakkal áll szemben. Amint közelebb ért a Hádész kapuihoz, ott találta Thészeuszt, valamint Peirithoszt, akit bilincsbe vertek, amiért Perszefoné kezére pályázott. Amikor megpillantották Héraklészt, felé nyújtották kardjukat, mintha csak az ő erejétől függne a feltámadásuk. Thészeuszt sikerült is a kezénél fogva felrántania. Amikor azonban Peirithoszt is fel akarta volna állítani, megmozdult a föld, s így kénytelen volt elengedni őt. Ezután elgördítette az Ascalaphosra nehezedő sziklát, majd levágta Hádész egyik ökrét, hogy vért adhasson a lelkeknek. A tehenek őrzője, Menoitész, birokra hívta őt. Héraklész azonban derékon ragadta és összeroppantotta a bordáit. De Perszefoné kérésére végül is megkegyelmezett neki. Ezután elkérte Plutontól a Kerberoszt. Pluton kijelentette, hogy elviheti, ha fegyverei nélkül megbirkózik vele. Héraklész melvértjébe és az oroszlán bőrbe burkolózva odament hozzá, karjával átkulcsolta a fejét, és miközben a sárkányfarok szüntelenül mardosta őt, addig szorongatta és folytogatta, míg a Kerberosz végül is megadta magát. Héraklész magához vette, bemutatta a Kerberoszt Eurystheusnak, majd visszavitte a Hádészba. A Hesperidák aranyalmájával Héraklész átlépte a halandó és halhatatlan közötti határt. A munkák során szinte folyamatosan állatokkal vagy olyan lényekkel harcol, amik valamelyest állatok. A 12. munka során önkéntesen lement az alvilágba. A mítoszokról vagy akár az egyszerű mesékről általánosságban elmondható, hogy az alapjukat valami olyan jelenség alkotja, ami a mi életünket befolyásolta. Az állatokkal történő küzdelem az egész emberi történelem egyik legfontosabb része, ezen felül az élet és a halál határának feszegetése szintén. Már a paleolitikumban is jelen volt egy nagyon különleges réteg, akiket úgy nevezünk, hogy sámánok. A sámánok egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy képesek szándékosan kapcsolatba lépni a holtakkal. Tehát Héraklész karakterének a legmélyebb gyökerei visszanyúlnak egészen a kőkorszakig. Visszatérve az A meg a B verziókra, az A verzió értelmében, amit Euripidész is támogatott, az történt, hogy Héraklész nem csak a gyerekeit, de a feleségét Megarát is megölte. A B verzió értelmében, amit Apollodórosz is támogat, Megara életben maradt. Az történt, hogy a 12 munka végeztével Héraklész egészen egyszerűen ráunt a feleségére, és hozzáadta őt a saját unokaöccséhez, Aiolaushoz. A lényege mindkét verziónak ugyanaz, Héraklésznek kellett egy új feleség. Ez meglehetősen problémásnak bizonyult, ugyanis mindenki attól félt, hogy a születendő gyermekeit ismételten megöli. Volt egy úriember, nevezetes Eurytos, akinek volt egy fia, bizonyos Iphitosz. Héraklész az egyik napon megmentette Iphitosz életét, majd ugyanazon a napon lakoma közben véletlenül megölte. Minthogy azonban Iphitosz meggyilkolása miatt továbbra is súlyos betegség gyötörte, elment Delfolyba, hogy megtudakolja, mi módon szabadulhatna meg a nyavajától. Mivel a Pűtia nem volt hajlandó jósolni neki, elhatározta, hogy kirabolja a szentélyt, elviszi a három lábat és saját jósdát épít. Apollón ekkor szembeszállt vele, Zeus azonban villámot dobott közéjük. Héraklész most már kapott jóslatot, mely szerint akkor fog megszabadulni a betegségétől, ha eladja magát rabszolgának, három éven át szolgál és elégtételt fizet Eurytosznak a gyilkosságért. Eurytosz végül nem fogadta el a kártérítést. A jóslat elhangzása után Hermész eladta Héraklészt. A vevő Omphalé a lüdek királynője volt. Héraklész Omphalé szolgálatában a Dolikié szigetekre érkezett, ahol észrevette, hogy Ikarosz tetemét partra vetette az ár. Eltemette őt, és a sziget nevét Ikáriára változtatta.
Viszonzásul Daidalosz elkészítette Píszában Héraklész képmását. Héraklész egy éjjel eleven embernek nézte, és tévedésből köveket haigált rá. Azt mondják, hogy az Omphalénál töltött szolgaévek idejére esett a Kolkiszi hajóút, meg a kalüdóni vadkamvadászat is. A 9. munkája végén említettem, hogy a Laomedon felé intézett fenyegetése az nem csak fenyegetés volt. Emlékeztetőül Poseidon tengeri szörnyet küldött Trójára, aminek a lecsillapítása érdekében fel akarták áldozni Hésionét. Héraklész megölte a szörnyet, és megmentette a lányt, meg az egész várost is. Laomedon ennek ellenére keménynek érezte magát, ami Héraklésszel szemben nem igazán volt egy bölcs döntés. Szolga idejének leteltével Héraklész megszabadult betegségétől, és 18 50 evezős hajóval, a legderekabb hősökből toborzott önkéntes hadsereggel Trója felé vette az útját. Laomedon jelentős sereg kíséretében ott termett a hajóknál, Héraklész emberei azonban visszaverték és elkezdték ostromolni a várost. Az ostrom folyamán Telamón áttörte a falat, és elsőnek hatolt be a városba. Amint Héraklész észrevette, hogy Telamón megelőzte őt, kivont karddal nekirontott, mivel nem tűrte, hogy bárkit is nála különbnek tartsanak. Telamón, megpillantván Héraklészt, nekilátott, hogy egybehordja a közelben heverő köveket. Majd Héraklész kérdésére, hogy mit csinál, azt válaszolta, hogy oltárt emel a szép győzelmű Héraklésznek. Héraklész megdicsérte őt, s később a város bevétele után, mikor Laomedont és Podarkész kivételével Laomedon valamennyi fiát lenyilaszta, jutalmul Telamonnak ajándékozta Hésionét, s a leánynak még azt is megengedte, hogy a foglyok közül magához vegye, akit akar. Hésioné fivérét, Podarkészt választotta. Héraklész azonban kijelentette, hogy előbb szolgává kell tenni, akkor majd kiválthatja őt. A rabszolgavásár alkalmával tehát Hésioné levette fejéről a fátylat, és azzal váltotta ki Podarkészt, akinek ettől kezdve Priamosz lett a neve. Tekintettel arra, hogy az Iliasz történetét remélhetőleg mindenki ismeri, Priamosz király hajdani rabszolgasorsa szerintem egy nagyon kellemes adalék. Héraklész még mindig feleséget keres, azonban közben megtörténik a nevezzük pusztító korszaka, amikor teljesen random görögökkel, félistenekkel, meg konkrét istenekkel harcol. Amikor Héraklész elhajózott Ilion alól, Héra erős vihart támasztott. Zeus ezért haragjában az Olimposzra függesztette. Később azonban, amikor harmadízben került sor az iszmoszi játékok megünneplésére, ahol az éliszieket a molioiniszok képviselték, Héraklész lesbeállt Kleóniában és megölte őket, majd Élisz ellen vonult és bevette a várost. Augeiaszt is megölte, fiaival együtt, Füleuszt pedig visszakísérte Éliszbe, és ráruházta a királyságot. Megalapította az olimpiai játékokat, azon kívül oltárt emelt Pelopsznak, és a 12 isten 6 oltárát is felépítette. Élisz bevétele után Pülosz ellen vonult, bevette a várost, és megölte Néleusz legderekabb fiát, aki harc közben folyton más alakot öltött. Magát Néleuszt is megölte, fiaival egyetemben, kivéve az ifjú Nestort. A harc folyamán Héraklész a pülosziak oldalán küzdő Hádészt is megsebesítette. Pülosz bevétele után Lakedaimón ellen vonult. Árkádiába érve megkérte Kéfeuszt, hogy fiaival együtt, összesen 20 fia volt, legyen a szövetségese. Kéfeusz azonban attól tartott, hogy az argosziak megtámadják a várost, s emiatt visszautasította a kérést. Héraklész ekkor Kéfeusz leányának, Szteropénak ajándékozta azt a gorgó hajfürtöt, amelyet egykor Aténa adott neki bronzkorsóban. Kioktatta a leányt, hogy a sereg közeledésekor háromszor emelje fel a falakról a fürtöt, de ő ne nézzen rá, s akkor vissza fog fordulni az ellenség. Így hát Kéfeusz a fiaival együtt csatlakozott Héraklész seregéhez. A harc folyamán ő is, fiai is elestek, de meghalt Ifiklész is, Héraklész fivére. Az olimpiai játékok megalapításáról van egy raklapnyi legenda. Az egyik szerint Zeushoz kötődik, a másik szerint Pelopszhoz, a harmadik szerint Héraklészhez, tehát amelyik tetszik. Héraklész kapott Aténétől egy gorgó hajfürtöt. Felmerülhet a kérdés, hogy mégis miért? Ez legalább annyira jó kérdés, mint hogy mégis honnan van hajfürtje, mikor kígyókból van a hajuk?
Mondhatnánk, hogy Medúza még emberi alakban volt, amikor levágta a hajfürtöt. Az egész kővé dermesztés dolog a kígyóhaj miatt történik, tehát maradjunk annyiban, hogy mindegy. Illetőleg, ami még lényeges, hogy Héraklésznek meghalt az ikertestvére, ami azért lenyűgöző, mert egy komplett isteni csoda, hogy idáig életben maradt. Héraklész Kalidonba ment, és itt Oineusz leányának, Deianeirának kezére pályázott. Megküzdött érte Akhelosszal is, aki bikává változott, Héraklész megletörte az egyik szarvát. Majd feleségül vette Deianeirát, Akhelosznak pedig Amalteia szarváért cserébe visszaadta a saját szarvát. Mindezek után Héraklész éppen Oineusz társaságában lakomázott, amikor egy pofonnal halálra sújtotta Eunomoszt, amiért a fiú vizet locsantott a kezére. Eunomosz pedig Oineusz rokona volt. A gyermek atya, minthogy nem szándékos gyilkosságról volt szó, megbocsátott Héraklésznek. Héraklész azonban ragaszkodott a törvény szerinti büntetéshez, azaz a számüzetéshez, és el is döntötte, hogy Trakhiszba megy Kéüxhöz. Magával vitte Deianeirát is. Amikor az Euénosz folyóhoz értek, a parton ott találták Nessos Kentaurt, aki fizetség ellenében átszállította az utasokat a túlsó partra. Héraklész maga kelt át a folyón, Deianeirát azonban rábízta Nessosra, hogy fizetség fejében vigye át a túlsó partra. Nessos át is vitte, útközben azonban erőszakoskodni kezdett vele. Deianeira felsikoltott, Héraklész pedig a sikoly hallatára nyilával keresztül lőtte a vízből felbukkanó Nessos szívét. A haldokló Kentaur magához hívta Deianeirát, és megsúgta neki, hogy ha szerelmi varázsszerre van szüksége Héraklésszel szemben, az ő földre lövelt ondóját vegyítse össze a sebéből kiömlő vérrel. Deianeira megfogadta a tanácsot, és magánál őrizte a varázsszert. Na most ugye rengeteg dolgot megtudtunk. A Kentaur ondó az csak ebben a verzióban van, egyéb iránt vagy verejtéket, vagy valami más folyadékot javasolt. A laikusoknak egyébként felettébb gyanús lehet, hogy egy molesztáló Kentaur fő érdekeltségét feltehetőleg nem mások boldogsága jelenti. Trakhiszba érve sereget toborzott, mivel bosszút akart állni Eurytoszon. Héraklész megölte Eurytoszt és fiait, eltemette halott szövetségeseit, majd pedig kifosztotta a várost, és Ájolét hadizsákmányul magával vitte. Ezután a Kénajon foknál kötött ki, ahol oltárt emelt a kénajoni Zeusnak. Áldozatot kívánt bemutatni, ezért Likhasz nevű hírnökét hazaküldte Trakhiszba, hogy hozzon neki díszes öltözetet. Eurytosz lánya Ájolé volt az, akit azért nem akartak hozzáadni, mert a gyerekgyilkosságtól féltek. Tehát Héraklész azt mondta, hogy a félelmeik abszolúte alaptalanok, és lemészárolta az egész családot. Ami a lényeg, Deianeira története ezen a ponton ketté válik. Vannak szerzők, akik szerint szándékos volt, meg vannak, akik szerint véletlen. Ami bizonyos, hogy küldött Héraklésznak egy köntöst, amit bekent Nessos varázsszerével. Maradj egy pillanatra, míg a többiek nincsenek itt. Halld, kit vezetsz házadba ma, és tudd, amit nem tudsz, de tudnod kellene. Figyelj, én erről mindent pontosan tudok. Na most beszélj, mondj el mindent világosan, mit eddig összehordtál, az csupa talány. Héraklész csak elány miatt pusztította el Eurytoszt s a hegymagas várfalú Oikháliát. Héraklész nem tudta meggyőzni a királyt, hogy lányát adja hozzá, s az apró vádat szörnyű okká fújva föl, a lány hazája ellen harcot indított, ahol hallottad, Eurytosz volt a király. A lány apját megölte, városát pedig fölgyújtotta, s a lányt előre küldte, mint a többi fogját, mégse képzeld asszonyom, hogy rabszolgának küldte. Terve van vele, hogy lenne szolga? Perzseli érte a vágy. Ha fáj ez a beszéd, sajnálom, legalább én őszinte vagyok. Lányok, amíg a hírhozó elbúcsúzik a foglyulejtett nőktől indulás előtt, addig titokban elvegyülök köztetek, hogy elmeséljem, mind dolgozik két kezem. Ilyen díjat küldött nekem Héraklész, az uram, kit hűnek és becsületesnek mondanak. Én persze mégse tudok haragudni rá, aki a betegségtől annyit szenvedett. De hát melyik nő élne egy fedél alatt egy másikkal, megosztva vele az urát? Héraklész már csak név szerint uram, de csak fiatal karok között férfias. Egy módszer tudok, lányok, hogyan kerül le vállamról gond.
Egy bronzedényben ajándékot őrzök, egy vénséges szörnyetektől kaptam valaha. Karjában vitte át a halandó utast, jó pénzért evező vitorla nélkül is. Nessos vitt vállán, és a folyó közepén csúnyán megfogdosott. Erre föl visszafordult Zeus fia, kilőtt egy szárnyas nyilvessző, mely átfúrva a szörny mellét tüdön találta. Amíg haldokolt, ennyit mondott. Vénoineus kislánya, ha hallgatsz rám, hasznodra lesz az átkelés. Utolsó vagy, akit céljához elviszek. Jó lesz, ha megőrzött kiömlő véremet, egy nyilvessző hegyén, melyet a lernai hüdra epéje feketére színezett, s hogy megtartsd Héraklész nagy szívét, csodaszert keversz a vérből. Ha más nőre vett szemet, rögtön figyelmeztetni fogja, hű legyen. Bár ne ismernék alattomos trükköket, fortéjokat, minden kuruzslót gyűlölök, de ha varázslatom legyőzi ezt a lányt, s a csodaszerrel visszaszerzem férjemet, megérte minden. Idejében szóljatok, a butaságot művelek, abba hagyom. Ő, ki 12 hónapon át otthoni tájtól távol a tengereken járt, és hír se jött felőle máig, és szerelmes asszonya ezerszer is szerencsétlen szívét a pusztulásig sorvasztotta már. Végre Árész útjára bocsátotta, s véget ért a fogság. Érkezzen haza már, leigázva a csábítás erejétől, mely egész testét beborítja. Nessos ígérete így szól. Látjátok, lányok, milyen közel ért hozzánk az az isteni jóslat, az a régi jövőlátó ige, mely fönnhangon hirdeti. Hogyha letelt a 12 aratás és vége felé fut az év, Zeus véget vet fia kínjainak. Mert aki már nem látja a fényt, aki nincsen, nem veszi többé vállára a szolgai terhet. Hány átkozott bajt oldott meg a két karom, s vállamon hány nagy próbát viseltem el. De maga Héra sem kínzott meg annyira, a gyűlölt Eurystheus sem gyötört meg úgy, mint Oineus kétszínű lánya, amikor vállamra borított a szűkös köpenyét, melyet Erinüszök halálos ujja szőtt. A bordáimra préselődve húsomat csontig lemarta, kiszikkasztva a tüdőm erejét, kiszürcsölte belőlem a vért. Darabokra hullottak büszke tagjaim, e névtelen betegség martalékaként. Így soha nem támadt rám harci dárda, sem gigászok földből született hada, se szörny, sem hellén, sem barbár, sem idegen, kinek a földjét tisztogattam, nem tett még ilyet. Egy nő tette, akiben semmi férfi nincs, egy asszony egymagában, kard nélkül megölt. Bámuljátok csak összeroncsolt bőrömet, nézzétek, siralmas állapotban vagyok. Erőtlen, béna, 100 000 darab vagyok, a vak végzett földig rombolt a testemet, pedig a legjobb anya nevét viselem. Vessétek eszetekbe, semmi sem vagyok, de azt a nőt, ki felelős ezért kezemmel büntetem. Példája adja hírül mindenütt, hogy élve halva megbosszulom a gonoszt. Ha minden tudnál, más gyűlölnél ennyire? Arról van szó, hogy vétkezett, de jót akart. Látta az új nőt, és varázsszerrel akart ágyába visszahívni. Bűne ennyi? Kész. Elmondok most egy új jövendőlést, amely a régivel tökéletesen egybevág. A hegylakó és földön háló szelloszok szentligetében írtam föl minden szavát. Apám soknyelvű tölgye súgta meg nekem, hogy pont ebben a pillanatban éppen itt, fölold a sors a rendkívüli szenvedés terhe alól. Előttem a boldog jövő, de amit ígért nem volt más, mint a halál. Mert aki meghal, többé nem szenved soha. Most, hogy minden világos, most te jössz, fiam, a bajban méltó bajtársam legyél. Ha majd barátaiddal átkaroltatok, a csúcsra kell fölvinnetek a testemet, a mély gyökerű tölgyből aprics tűzifát, és dobd de mágia tetejére testemet, és azután gyújtsd meg a fenyőfákják tüzét, és lobbants lángra, arra kérlek, igyekezz. Ves mágiára, amíg nem száll újra rám a húsomat szétszaggató bögöly. Minden fájdalom megszűnik, hogyha ébren létem véget ér. Súlyos acélzabolával szerszámozd föl a számat. Ne legyen jajszavam. Én nem akartam így végezni, de boldog utam lesz. Ne maradj te se szűzlány ebben a házban, ahol minden fal látott fekete, és ahol úr a sosem volt szomorúság. De Zeuson kívül nincsen végzet a földön. Héraklész öngyilkos mágia halála az egyfelől borzasztóan szimbolikus, ugyanakkor az ő történetében ezt nevezzük katarzisnak. A katarzis görög szó azt jelenti, hogy megtisztulás.
Habár a kereszténység ekkor még sehol nincs, a mágia halált már ekkor is értelmezhetjük úgy, mint egyfajta tisztító tüzet. Héraklész halála, pontosabban öngyilkossága, az elméletben az Oéta hegyen történt, ami azért lényeges, mert ezen a hegyen 4 évente megrendezésre került egy olyan tűzfesztivál. Ennek a tűzfesztiválnak Héraklész halála vagy az oka, vagy az okozata. A görög tragédiákat abban az esetben nevezhetjük sikeresnek, ha a katarzis bekövetkeztekor a hallgatóságban felszabadul 4 érzelem, minél arányosabb keveréke. Ez a 4 érzelem az Eleos, Phobos, Ponosz és Kalos. Együttérzés, iszonyat, fájdalom és gyönyör. A görög tragédiák mestereit azért nevezzük mestereknek, mert a hallgatóságból képesek voltak kiváltani ennek a 4 érzelemnek a majdhogy nem tökéletesen harmonikus keverékét. A tragédiák következtében Héraklész egy emberré vált, akinek a folyamatos szenvedése nem csak adott, de az önmaga megvalósításának feltétele. Születése óta folyamatosan a túlélésért küzd, ami neked, egy átlag görög polgárnak borzasztóan imponál. Homérosz az emberek világában bekövetkező események fonalát szinte kizárólagosan az istenek kezébe adja. A tragédiák ezt a fonalat felosztják, az istenek hatalmát nem tagadják meg, de a szereplők sorsát javarészt emberi keretekbe zárják. Az istenek hatalmának gyengülése az a gyógyítással kezdődött. Hippokratész volt az egyik, aki bebizonyította, hogy az emberek sorsa az nem csak az istenektől függ. A betegek gyógyítása akkoriban istenkáromlás volt. Amikor Hippokratész kijelentette, hogy márpedig ő meg fog gyógyítani valakit, akkor technikailag azt mondta, hogy ő az istenek döntését felülbírálja. Mesélik, hogy miközben lobogott a mágia, felhő szállt alá, villám csapott ki belőle, s Héraklészt az égbe emelte. Miután pedig elnyerte a halhatatlanságot, kibékült Hérával, feleségül vette Héra leányát, Hébét, akitől 2 gyermeke született. Héraklész tehát az istenek közé emelkedett, gyermekei pedig Eurystheus elől Kéüx udvarában kerestek oltalmat. Amikor azonban Eurystheus a kiadatásukat követelte, és háborúval fenyegetőzött, annyira megrettentek, hogy egész Helláson végig menekültek. Üldöztetésük során végül Athénba érkeztek, itt leültek a könyörületesség oltárához, és segítségért esedeztek. Az aténiak nem is adták ki őket, hanem szembeszálltak a támadó Eurystheusszal. Fiait megölték, Eurystheusnak sikerült szekéren elmenekülnie, és már a Skeiron sziklákon is túljárt, amikor Hyllosz utolérte és megölte. Levágott fejét Alkménének ajándékozta, aki hajtűjével kiválta a szemét. Héraklész gyerekeinek a száma több mint 50. Ez abszolút zseniális alapot képez arra, hogy a görögök nagyjai saját magukat Hérakleidának nevezzék. Ezen felül Héraklész az ideális uralkodó mintapéldája. Több okból is. Egyfelől, mert a korábbiakban említett főniciai isten Melkárt nevének egyik jelentése az ég tüze, a másik a város királya. Továbbá annyira jól festett, hogy Nagy Sándor elgondolása alapján ő maga tulajdonképpen Héraklész nyomdokait követte. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy isteni legitimáció alapján folyamatosan azon dolgozik, hogy az emberiséget megmentse a gonosztól. Nagy Sándor életének a végcélja ismeretlen, de az biztos, hogy ő is szeretett volna a gonosz elhárítója, Alexikakosz lenni. Commodus római császár úgy gondolta, hogy ő egy az egyben Herkules reinkarnációja. Commodusnak viszont volt egy nem igazán Héroszhoz illő tulajdonsága, mégpedig a szadizmus. A dolog lényege abban rejlik, hogy Héraklész élete rengeteg embert inspirált. Voltak, akiket nemes tettekre, meg voltak, akiket kegyetlenségre. Szóval ez lett volna Héraklész életének, az apoteózisának, illetve a 12 munkájának története egyszerre. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!